Miskolcra érkezett november 14-én az ifjúsági világtalálkozók keresztje és a hozzátartozó Szűz Mária ikon. A Fáy András és a Fráter György iskolák után a Minorita templomban kerültek kiállításra a tárgyak, ahonnan egy közös ima alkalom után körmenet indult a Mindszenti plébánia templomhoz. Korunk világában a kereszt jelképek issé megkopottnak számít. Nagyon sokan tekintenek rá úgy, mint egy egyszerű díszre, akár az otthonuk falán, akár az autóban rózsafűzéren lógva, akár ékszerben vagy tetoválásban gondolkodva. Ezért, amikor hitelesen megjelenik egy ilyen szimbólum, mint az ifjúsági világtalálkozóknak a keresztje, különösen is olyankor, amikor ezt egy nagy városnak a beton falai között teszi, akkor annak mindig komoly üzenetértéke van, felhívja a figyelmét azoknak az embereknek, akik már elfelejtették a kereszt igazi üzenetét arra, hogy bizony ez Jézus Krisztus szeretetének a jelképe, annak a szeretetnek, amely életét adja barátaiért, annak a szeretetnek, amelyről azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta odaért, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ennek az örök élet reményének az áloga a kereszt számunkra, félretéve mindazokat a dolgokat, amiket ráraktak a századok. A Mindszenti templomban tartott gitáros imaóra után következett az ünnepi szentmise, amelyet Palánki Ferenc egri segédpüspök mutatott be. Mi a kereszt? Tette fel a kérdést szentbeszéde elején a püspök, amelyre azután a választ is megadta, miszerint a kereszt nem más, mint egy jel, amely emlékeztet minket. A kereszt az, amiért olyan sokat imádkoztam, hogy ne történjen meg, és mégis megtörténik. Mindannyiunk életében van ilyen, hogy amiért olyan sokat imádkoztam, hogy jaj, csak az ne legyen, és mégis az lett. De már ezzel is, amikor imádkozom azért, hogy csak az meg ne történjen, azzal is már kezdek Jézusra hasonlítani, aki véres könnyekkel, véres verejtékkel imádkozott, Uram, ha lehetséges, múljék el ez a kehely. De ott van ez a de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ott van ez a kis szócska, ez a de, ez a hitnek a szava. És mi is, amikor hordozzuk életünk keresztjeit, akkor ott cseng a fülünkben Jézusnak a tanítása, hogy aki meri elveszíteni az életét, meri odaadni az életét, megnyeri azt. A kereszt, amelyik a vállunkat nyomja, amelyikre nap mint nap fölfeszülünk, az a kereszt segít bennünket, hogy egyre inkább hasonlítsunk Krisztushoz, és segít bennünket, hogy eljussunk innen oda. A jelen helyzetből oda, ahová Jézus jutott a kereszt és a feltámadás révén. A keresztet, amelyet 1984-ben adományozott Szent II. János Pál pápa az ifjúságnak, a Mária ikonnal együtt másnap Kassán adták tovább a szlovák fiataloknak,